Sok szeretettel köszöntök mindenkit, Pénzes Dávid vagyok az ELTE Nevelés Tudományi Doktori Iskolájából. Az a pedagógiai és pszichológiai karon működő doktori iskola, és annak is a nevelés történeti programjában vagyok. A jelen előadásom célja az, hogy bemutassam azt, hogy a LibreOffice mennyire alkalmas és mennyire képes arra, hogy egy önálló folyamatot szerkesszünk vele. Ez a folyamat elméletileg megjelenés alatt áll, igazság szerint jövő évben fog megjelenni, ha minden jól megy, és ha minden a terveink szerint alakul. Ugye miért állítunk elő egy folyamatot? Hát azért, mert van mondani valónk, és mert azt gondoljuk, hogy valami újat hozhatunk, ám amikor az ember valamit létre akar hozni, az szüksége van segédeszközökre is. Hát ugye nekünk is szükségünk van segédeszközökre. Ilyet kellett választanunk egy programot, egy betűt, és kellett hozzá csinálnunk egy honlapot. A programválasztás esetén fontos volt, hogy szabad legyen, hordozható és több platformon is elérhető, ugyanis a tördelést azt ketten csináljuk, mármint a lapnak a tördelését, és hát nem mindig tudunk Linuxon dolgozni, van, hogy Windowson kell, tehát nem lehet inkompatibilitás. A betűkiválasztásnál szintén fontos volt, hogy a betű az szabad legyen, hiszen Német Lackó óta tudjuk, hogy a font is szabad szoftver, bár ezt ő is átvette. Fontos volt, hogy talpatlan legyen a betű. Ennek ez a kenyérszövegeknél fontos, ugyanis abban az esetben, hogyha talpas a betű, a diszlexiások, illetve a diszgráfiások nehezebben tudják olvasni és értelmezni. Ezen kívül fontos volt, hogy szép és esztétikus is legyen, mert hát egy lapnak mégiscsak kell egy kinézet. A honlap szempontjából ugyanezek voltak a kívánalmak, és természetesen szokás szerint mi egyetemi szféráról beszélhetünk, és egyetemről beszélhetünk, pénz nincs az egészre, tehát mindenki gyakorlatilag saját magát adja, és a saját tudását adja bele a lapba. Technikai értelemben is, és mindenféleképpen is. A lap amúgy két részből áll, van egy szerkesztőbizottság, aki értelemszerűen összeteszi a lapot, összeállítja a lapot. Ez gyakorlatilag a neveléstudomány kúrens képviselőiből áll, illetve vagyunk mi ketten, hárman, akik gyakorlatilag csináljuk a technikai szerkesztést, illetve van olvasó szerkesztő is természetesen. A betűtípus az oxigén betűtípus lett, ez szintén szabad szoftver, ami nagyon fontos volt, tehát használhatjuk nyilvánosan, nem kell utána szerzői jogdíjat fizetni, nem kell bármiféle revanstól tartanunk. A KDE-ben bevált, ezt azoknak mondom, akik esetleg azt használják és szeretik. Talpatlan, ami fontos volt, mint már említettem, a diszlexiások miatt. Ugyanakkor szép is, esztétikus is, és tartalmaz ligatúrákat, ami nagyon fontos volt, hiszen szerettünk volna egy olyan lapot előállítani, ami egyedi, és lehetőség szerint tipográfiailag minél pontosabb. További szempont volt még a fonttal vagy a betűvel kapcsolatban az, hogy szabadon tudjuk használni a weben, és Google font segítségével gyakorlatilag bárki ugyanazt fogja látni a honlapon, mint amit mi, és ezen kívül egyedi és esztétikus. A LibreOffice mellett szintén ér volt, hogy szabad szoftver, gyakorlatilag több platformon elérhető, hordozható, ugye létezik belőle a portable változat, amit gyakorlatilag bárhová magunkkal tudunk vinni. Rendkívül fejlett tördelésre alkalmas automatizmusok jellemzik, ilyen például a szervezői képesség, a szövegtörzs után például szövegtörzs behúzást lehet beállítani, de erre majd mutatok később példákat. Fejlett tipográfiai lehetőségek, amelyek elsősorban Német Lackónak köszönhetően vannak jelen, úgy mint például a Lightproof. Rendkívül jó a magyar nyelvi támogatottsága, amely szintén előny, és a PDF exportálási lehetőség, ami rendkívül fontos egy folyamat esetében, főleg abban az esetben, hogyha tudományos folyamatról van szó. Ezen kívül tudnak hozzá támogatást nyújtani közösségileg is, illetve hát egyéni megbeszélések alapján e-mailben és néha telefonon. De ilyen esetben például egy Német Lackó-féle esettanulmányt használtunk. A tördés és a design. Ja, mert kizárólag online jelenik meg a folyóirat, ezért nagyon fontos volt, hogy a standard A4-es oldalméretet megtartsuk, és egységes kinézetet tudjunk biztosítani minden eszközön, tehát gyakorlatilag a PDF jöhetett szóba egyedüliként. A PDF-fel kapcsolatban elvárás volt, hogy kereshető legyen, szükség esetén másolható legyen belőle a szöveg, és még az is szempont volt, hogy az ISBN, illetve ISSN számok miatt esetleg utólag módosítható legyen. Ezen kívül fontos volt az egyedi kinézet a tervezésnél, ugye a sablonosság elkerülése, az, hogy amit a tipikus tördelőprogramok, illetve a kereskedelmi szövegszerkesztők szoktak nyújtani, ugye ez a Microsoft Office 2010 például, illetve 2007 nyújt lehetőséget, különféle az átlagosnál szebb megjelenítésre, ezeket a sablonokat elkerüljük az online folyamatoknál.
esztétikus, könnyen olvasható és kereshetőket, hogy legyen, mint mondtam, illetve fel akartuk kerülni azt, ami az online feliratokra jellemző, hogy generált PDF-et hoznak létre a honlapokból. Hogyha valaki látott már olyan feliratot, ami csak online jelenik meg, és kizárólag HTML-ben, és abból lehet generálni a PDF-et, az pontosan tudja, hogy miről beszélek. Egy nem túl esztétikus és általában összecsapott PDF-et kaphatunk. Ez azért nem jó, mert egyrészt rontja a minőségét a lapnak, illetve az olvashatóságát, hát ezen kívül pedig nem nyújt neki egy megfelelő tartást, egy kinézetet. Tudományos tartalomjegyzék, amit mondtam, erre majd lesz példa, ezt gyakorlatilag Németh Lackó segítségével csináltuk meg. Fontos volt még az, hogy a korábbi hagyományokból fakadtak bizonyos elvárások, és a tudományos feliratok többsége általában offline jelenik meg, vagyis nyomtatva, általában ilyen A5-ös vagy B5-ös méretben. És például nagyon fontos volt ezzel kapcsolatban a hivatkozások, ami a lapon belül és a lapon kívül vannak, illetve a kötésbeli margó, ami nálunk ugye nem jelentkezik, az A4-es formátum eleve furcsa sokaknak. Például a lap alja és teteje az egymás alatt helyezkedik el, nem egymás mellett, ahogy megszokhatták. A hivatkozások pedig azért voltak rendkívül bonyolultak, mert hogy egy online feliratra hogyan lehet hivatkozni. Hogyha csak szimplán ugye a HTML oldalt írjuk be, az önmagában nagyon jól néz ki, de hát attól még mindig csak egy online felirat, és nem adja meg azt az igazi tartást, amit még ma is elvárnak a tudományos feliratoknál. Így hát az oldalszámozás és a lapra való hivatkozás gyakorlatilag most már megtörténhet úgy, hogyha sikeresen megjelentetjük januárban az első számot, hogy gyakorlatilag offline lapként lehet ráhivatkozni. Ez többek között azt teszi lehetővé, hogy ha minden jól megy és a terveink szerint alakul, akkor gyakorlatilag az EPA fogja ezt archiválni. És akkor jönnek a gyakorlati példák. Itt látható a tartalomjegyzék. Ugye ez Németh László eset tanulmánya alapján készült. Igazság szerint elvárás volt az a lappal kapcsolatban, hogy egymás mellett legyenek és egymás alatt legyenek a tartalomjegyzéknél a szövegek. Gyakorlatilag ezt egy scripttel oldotta meg Lackó, és mi ezt vettük át, és ezt alakítottuk át úgy, hogy nekünk is jó legyen. Mint látható, a neveket dőlt betűvel írtuk, ezt Linux Libertin betűtípussal csináltuk, ugyanis a címsorok azzal kerülnek generálásra, és azt gondoltuk, hogy ez jobban és szebben megjeleníthető tartalomjegyzékként is. Nagyon fontos, hogy ugráló számokat tudunk használni a tartalomjegyzékbe, továbbá fontos az is, hogy rendkívül szépek az alávágások, meg hát eleve egy szép betű. Ha egy konkrét tanulmányra akarunk rápillantani, ami talán sokkal jobban érdekel benneteket, az körülbelül így fog kinézni. Most a neveket senki ne nézze, mert azok ilyen próbanevek, ez például egy Lorem Ipsum szöveg. Szóval, mint látható, a címsorok azok Linux Libertin betűtípussal lettek kiszedve, egész pontosan a grafit változatával. Az absztrakt része, ami nagyon fontos, az gyakorlatilag a Lackóféle jegyzetből származik. Gyakorlatilag az ott a 31. oldalon található leírást vettük alapul, illetve mi azt szürkítettük be, és adtunk a keretnek, illetve keretesítettük az egészet egy alul felül vonallal. Ahogy mondtam, már fontosak az automatizmusok, így például az automatizmus, hogy a címsor után kapásból szövegtörzset tudunk tenni, a szövegtörzs után pedig, bár ez itt most nem látszik, gyakorlatilag egy első sor behúzását. Ami továbbra is fontos, hogy mi egy elég sűrűn szedett lap, elég sűrűn szedett folyamatról van szó, és online folyamatról van szó, ezért nagyon sokan azt gondolják, hogy korlátlan terjedelmeket lehet megjelentetni. Hát természetesen nem, mert egyrészt ezt be is kell valakinek tördelni, és ketten csináljuk Schnellbach Máté barátommal. Másfelől pedig azért valamennyire sűríteni kell a szöveget. Ezt teszi lehetővé például az, hogy automatikus elválasztásokat tudunk megadni soronként. Mi itt 4-5 elválasztást szoktunk engedélyezni. Fontos még megemlíteni, hogy a kenyérszöveget gyakorlatilag mi oxigén betűtípussal szedtük. Ahogy ezt már többször is elmondtam az adás folyamán, erre azért volt szükség, mert hogy a diszlexiások, illetve azok, akik olvasási zavarral küzdenek, azok is könnyebben hozzáférjenek. Persze voltak apró problémák a lap szerkesztése közben, például itt alig láthatóan van egy alacsony pöttyözött vonal, ez például a PDF exportálásnál nem jelent meg pontosan, így hát kicsit trükközni kellett, de végül sikerült megoldani, és azt a honlapon is módosítottuk. Ugye mi értelme van, ugye milyen pozitív végkimetele lehet annak, hogy mi szabad szoftverrel készítünk egy folyamatot? Hát túl azon, hogy mi magunk is tanulunk általa, gyakorlatilag hibajelentéseket lehet megosztani a közösség tagjaival.
a hiányosságok, illetve új funkciókat lehet ajánlani, mert általában a fejlesztők hajlamosak lehet csak fejlesztési célra nyitják meg ezeket a programokat, és gyakorlatilag aki nem használja őket aktívan, nem szembesül rengeteg olyan hibával, meg olyan apró funkcióval, amire nekünk szükségünk lehet. Ilyen például mondjuk a szakaszokra bontásnál a lábjegyzetek és végjegyzetek kezelése. Ugye a magyar nyelvi támogatás javítása, többek között a magyar ISPEL és a HUNSPEL-be való hibajelentések küldésével. És már nem maradt hátra, azt gondolom semmi, de lassan le is jár az időm, mint hogy megmutassam a honlapot. Itt elérhető gyakorlatilag a folyóirat, illetve hát ami elkészül. És neveléstudomány címmel a folyatot ketten szerkesztjük, én és Nálbach Máté, és hát köszönöm szépen a figyelmet, ennyi volt a bemutatkozásunk.